Üdvözlök mindenkit, Balogh Csaba vagyok, és amit rólam tudni kell, ugye el is hangzott, hogy a Szegedi Tudományegyetemen vagyok oktató, illetve a HVG-nél rovatvezető, emellett pedig webes tanácsadó. Illetve hát, amit még tudni kell, az majd ezután következik. Itt az előadásnak prezentert elvesztettem. Itt van mögöttem, csak nincs bedugva, mindegy, akkor annyit sokat nem kell kattingatni. Az előadásnak azt a címet adtam, ugye amellett, ami elhangzott, hogy a Google modell Facebookon, ami valószínűleg elég furcsán néz ki, tekintve ugye, hogy a Facebook és a Google két külön utat próbál megvalósítani a weben. Közvetlen konkurensnek nem nevezném őket, de egyre inkább egyfele mozdulnak, és mégiscsak a konkurencia alakul majd ki kettejük között, vagy a konkurencia harc. Amit először szeretnék bocsátani, hogy bármi, amit itt ma elmondok, az általánosságban szerintem igaz, de szerintem biztos lesz mindegyik dolognál legalább egy ember a teremben, aki azt tudja mondani rá, hogy hát ez hülyeség, ez nem így van, vagy aki hazamegy, megpróbálja, és hát ez nem működik, tehát ez igazából teljesen rossz módszer. Nincs általános recept, tehát mindenki így kezelje majd az elhangzó dolgokat. Ugye, ami nagyon fontos, hogy milyen szervezetekről van alapjában véve szó. Ugye ezek közepes méretű vagy kisvárosokban működő szervezetek, amikről beszélünk, tehát nem egy budapesti népszerű szórakozó hely Facebookos stratégia a kérdés, vagy közösségi média stratégiája. Ugye, amit is Sanyi említett még a meghíváskor is, illetve Andi is, hogy alapvetően közművelődési intézmények képviselői lesznek itt. Ugye emellett civil szervezetek és vállalkozók, de egy közös bennük, mondjuk a vállalkozóktól eltekintve, hogy egy kiemelt területük a kultúra. Tehát olyan szervezetekről beszélünk, amelyeknek valamilyen formában kultúra kommunikációt kell megvalósítaniuk. Ami még ugye fontos, hogy nincsen havi több százezer forintos marketinges keretük, most cáfoljon rám bárki nyugodtan, tehát melyik az a közművelődési intézmény, ahol havonta több százezer forint van marketingre? Van-e ilyen ember teremben? Nincs. Hát ja, igen, összeadva esetleg. Ugye emiatt nem lehet kísérletezni, tehát nem lehet azt megcsinálni, mint mondjuk a Coca-Cola, hogy kitálunk öt dolgot, leteszteljük nagyon sok pénzért, akár a szabadban, akár kisebb csoportban, mert hiszen nincs ennyi pénz rá, és nem lehet ennyit hirdetni sem. És hát ugye, ami nagyon fontos, hogy az itt lévő szervezeteknek a rendezvényei általában a település és a szűkebb környezet számára szólnak, tehát nagyon érdekes dolog mondjuk egy 100 000 fős Facebookos oldalt működtetni, de mondjuk, ha egy békési intézményről van szó, akkor a 100 000 főből elég sok nem békésen lakik, tehát teljesen irreleváns rajongókról beszélünk. Mi a cél? Hát a cél ugye ez lenne, ez itt egy tömegnek a hát ilyen pálcik emberes ábrázolása, nem én rajzoltam, de én is ilyet tudok rajzolni emberekből. Tehát az a cél, hogy erre az eseményekre, rendezvényekre, kiállítás, koncert, konferencia minél több ember jöjjön el. És hát ez nem a cél, ez a tej, de mégiscsak ennek a példáját hoztam. A Seth Godin egy 2003-as TED konferenciás előadásába hozta fel. Ez a Silk nevű gyártó, ugye ez a szója és angolul a term milk, ez a Silk lett belőle. Egy egészen érdekes módszerrel érte el azt, hogy odafigyelnek rá a vásárlók. A Silk a szója tejeket, mandula tejeket, tehát ilyesmiket gyárt. Ugye ezekről tudni kell, hogy abban az értelemben nem tejek, vagy nem kell őket hűtőbe tartani. És gondolkoztak azon, hogy növelhetnék az értékesítésüket, és azt találták ki, hogy nagyon egyszerű, tegyük a hűtőbe mégiscsak ezt a szójatejet. És miért? Ugye megy a vásárló, bármelyikünk megy a boltba, a szójatejet így nem nagyon fog keresni az ember, főleg amikor ők elkezdték ezt forgalmazni, de megy a boltba, de megy a hűtőhöz, és látja, hogy tej, 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 nem tej, ez mi. Akkor rögtön odafigyel a termékre. És arra nagyon jó példa szerintem, hogy ugye minden szervezet azt szeretne elérni, odafigyeljenek rá, ez ki kell tűnni valahogy, és Godin azt mondta, hogy szerinte a bizarrabb ötleteknek sokkal nagyobb értékük van ilyen szempontból, tehát a hagyományos ötleteket, akár amiket mondjuk elhangzik, tehát amit ma elhangzik, nyilván ezek megvalósult példák, nem biztos, hogy azokat kell erőltetni, inkább érdemes hazamenni, leülni hárman, négyen, és teljesen radikális agyment ötleteket kitálni, azt, hogy odafigyelnek az emberre. Az első kérdés ugye az, hogy jó, közösségi média, ezen belül akkor hol csináljunk bármit. Felsoroltam a fontosabb közösségi médiás szolgáltatásokat, vagy médiás felületek és közösségi szolgáltatásokat, amik ma Magyarországon érdemben jelen vannak. Az első része az IVIV,
Idefele úton éppen beszélgettük Melga Krisztián barátommal, hogy hát mi van az IVI-ben? Tehát, hogy ki az, aki beszokott, mondjuk, aki az elmúlt egy hónapban belépett az IVI-re? És Facebookra? Igen. Szóval, hogy ez a helyzet, hogy én az IVI-ben, amikor beszoktam lépni mondjuk így havonta egyszer, hogy mi történik ott, akkor kettő dolgot látok. Egy, hogy még mindig van hirdetés, tehát azért valahány ember nézi valószínűleg. Másik pedig az, hogy az ismerőseim legutóbbi képei mindig ugyanazok, csak az IVI algoritmusának köszönhetően más sorrendben. Tehát, hogy igazából az IVI-ről én így lemondanék, mint építő dologról. Mondom, display hirdetést érdemes, bannereket érdemes lehet elhelyezni, de az ugye nem ennek a célcsoportnak számít. Van a Twitter, ami így Magyarországon szerintem a 3T-nek a képviselője, nem a hagyományos értelemben, hanem a Twitter, Deutsch Tamás és Fluor Tomi, ez a 3T, mert hogy igazából így lehet meghatározni a Twittert Magyarországon, ugye a Deutsch Tamásnak és Fluor Tominak is nagyon sok követője van, de ez összesen 30 ezer embert jelent ma Magyarországon. Tehát azért ez nem egy olyan túlságosan nagy felhasználói bázis. Akkor van ugye itt 140 karakteres üzeneteknek a közzétételére jó, és Amerikában nagyon istenítik, és hát ott működik is. Van a Tumblr, ami egy elég értékes cég tekintve, hogy olyan két hete 1,1 milliárd dollárért vásárolta meg a Yahoo. Ezt gyorsan be lehet szorozni a dollár árfolyamával, ezen 230 milliárd forint. Ebből látszik, hogy azért itt vannak benne potenciálok. De a Tumblr közösség Magyarországon az megint csak a nagyon webben élő embereknek a nagyon kis közössége. Igazából nem használható szerintem semmire. Van az Instagram vagy Instagram, amit 1 milliárd dollárért vásárolt meg a Facebook. Látom, hogy többen jegyzetelen, csak mondom, hogy ezek a nem kategóriába tartoznak. Tehát lehet jegyzetelen, de ezt majd végén át kéne húzni. Az Instagram vagy Instagram az egy képmegosztásról szól. Itt csinálok egy fotót, ráteszek egy akármilyen ilyen retro effektet, kiposztolom, és nagyon szeretik az emberek. A Pinterest, ami ugyanez csak retro effekt nélkül, majdnem. A LinkedIn az egy szakmai, üzleti szakmai közösségi portál, tehát ilyen szakmai Facebook, ha úgy tetszik. Foursquare pedig arra jó, hogy mikor megérkeztünk Krisztiánnal és Melis Krisztivel, akkor rögtön becsekkoltam ide Foursquare-en, ez tényleg erő, hogy becsekkolsz, megjössz helyekre, és rögtön láttam azt, hogy a kulturális központnak a profilkép az egy hölgy valamilyen Kingának a tetovált lába, ami tök jól mutat, tehát így szívesen bejön az ember. De szerintem tényleg erre jó volt, más nem nagyon. Ezek a szolgáltatások, amik itt fel vannak sorolva, azért mondtam, hogy át lehet húzni, mert szerintem ezek ma Magyarországon alapvetően nem működnek. Ezt szokták mondani mindenféle konferenciák, hogy de twitterezni kell, Instagramon kell tartalmat nyomni, Foursquare nagyon fontos. Aki innovációt szeretne mutatni, tehát akinek mondjuk elvárás az a fenntartóktól, hogy innovatív megoldásokat alkalmazzon a szervezet, az mindenképpen használja ezeket, de arra ne számítson, hogy a következő másfél-két évben érdemi előnyt tud ezekből kovácsolni. A véleményvezéreket meg tudja szólalt, vagy el tudja érni rajta, tudja őket követni, tud neki tartalmakat mutatni, de arra nem jó, hogy többen jöjjenek el a munkácsi kiállításra, tehát erre nem fog működni. És hogy miért nem? Hogy ez a kiszámok törvénye, ott van a képernyő közepén egy egyes, nagyon kicsi, direkt. Ez a kiszámok törvényet, ezt én úgy értem, hogy amire mondjuk jó Amerikában egy Twitter, arra Magyarországon nem lehet használni, mert ugye kisebb egyszerűen az ország. Amire jó mondjuk Magyarországon általában egy Twitter, arra nem lehet használni mondjuk Budapesten, mert kisebb a közösség, és amire jó Budapesten, arra nem fog működni se Békésen, se Békés Csabán. Kigyűjtöttem 2-3 évvel ezelőtt, hogy hányan twittereznek a megyéből, hát ilyen, azt mondom, hogy Békés egyébként elég felülreprezentált volt és Orosháza, de mondjuk ez felülreprezentált egyenlő 50, tehát mondjuk 50 embert lehet elérni Twitteren, Békés Csabán lehet, hogy akár 150-et is. De alapvetően azért nem működnek ezek a dolgok, mert annyira kicsi a felhasználói bázis, hogy elérhetjük azokat az embereket potenciálisan, de nem fogjuk. Ugye főleg, ráadásul, amit említettem, ők a Fluor Tomi követői általában, tehát ez a 8-14 éves célcsoport, tehát rájuk azért nem alapoznék üzletet, vagy munkácsi kiállítást sem. Ami viszont érdekesebb, ugye ez a Facebook. Hát itt kicsit nagyobbak a számok, friss adatok szerint világszerte 1,1 milliárd aktív felhasználója van, ez azért elég jelentős. 4,4 millió, ez mai adat, a Social Times adata, Magyarországon, tehát a Twitter 30 ezerhez képest azért a 4,4 millió egy kis párnátságrenddel több. És ott, amit még szintén kigyűjtöttem, ez a Békés Csabán 29 ezer, nagyjából a felhasználók száma,
Gyulán 24, valószínűleg a Békésebben szerintem egyébként rosszul van mérve, Orosházán például 13 ezer, Békésre sajnos így nem találtam rá, szóval látszik, hogy itt egy városon belül is nagyon sok embert lehet elérni a Facebookon keresztül potenciálisan. A friss statisztikák szerint a netezők fele aktívan használja, és hát van ez a mondat, hogy aki nincs Facebookon, az nincs a neten, amit azért tettem idézőjelben, mert természetesen így nem igaz, főleg ugye ott fölötte rögtön a cáfolat, a netezők fele használja, de mégis ezt szoktuk mondani, hogy akit nem lehet elérni Facebookon, azt nem tudom, hol lehet neten, tehát free mailen, vagy IV-ben, de nem jellemző, tehát igazából a célcsoport alapvetően Facebookon van. És itt egy érdekes ábra a Facebook felhasználás céljáról, ez egy 2 évvel ezelőtti kutatás, de gondolom, hogy nem nagyon változott meg itt a lényegesen a dolog. Melyik országban mire használják a Facebookot? Ugye nagyon jól látszik, hogy a bal felső kör bal felső sarkában, nem látszik, hogy kör, de a bal felső sarkában lévő országok, mondjuk Japán, Norvégia, Ausztrália, Egyesült Királyság, nem sorolnám fel, ők szórakozás céljából használják. Tehát érdekes YouTube videókat néznek rajta, vicces képeket osztanak meg, mi is, de ők főleg, tehát a preferenciáik szerint erre használják. Úgyhogy nagyon sok ország el van helyezve, Magyarország a bal alsó sarokban van, a connection szó felett, ami ugye azt jelenti, hogy Magyarországon alapvetően kapcsolatépítésre használják a Facebookot. Szerintem egyébként azért kerültünk annyira markánsan külön minden országtól, mert itt volt előtte egy nagyon erős IVIV, és az IVIV azért csak arra volt, hogy elérjük a volt osztálytársainkat. Tehát ugye a későbbi fejlesztések azok már mind a Facebooktól származnak. Aki az IVIV-re felregisztrált, az tényleg elérte az ismerőseit. Ez volt az egyetlen célja. És hát van még egy szerintem fontos közösségi szolgáltatás, ez a Google+. Nem tudom, Google Plus-ot kihasználtam mondjuk az elmúlt hónapban. Na, több mint az IVIV, tök jó. Oké, ez a Google örülne neki, mert hogy ugye mindig attól félnek, hogy sok embert elérnek, de kevesen használják valójában. Tehát szerintem, aki ma közösséget épít neten, Facebook mellett a Google Plus-on is meg kell tennie, nem fog annyi embert elérni, tehát nem érkeznek majd a tucatjával a lájkok, vagyis a plusz egyek ebben az esetben, de szerintem kihagyhatatlan, tehát erre azért kell építeni. Én látom annak az esélyt, hogy a Google Plus pár éven belül utolérje, mondjuk 2 éven belül utolérje a Facebookot. És aki most nem kezd el építkezni, annak nagyon nehéz lesz 2 év múlva bármit csinálni az oldalon. Ugye a másik fontos kérdés, hogy oké, hol, tehát Facebook és Google Plus, de mégis hogyan kommunikáljunk. És itt az előadás címe itt jön be, mit csinál a Google? Tehát mivel foglalkozik a Google, milyen cég a Google? Hát ugye ott van például a Gmail, ami 425 millió ember használ, és ki az, akinek Gmailje van, vagy használ Gmailt? Igen. Hát a Google nyilván ezt csinálja, gyakorlatilag a Gmail a fő terméke, nagyon szeretjük a levelezőt, de talán mégsem, mert ki használ Chrome böngésztőt? Igen, hát ugye látszik, hogy a Google azért mégiscsak talán inkább a Chrome böngésző az, amit fontosnak tart. Látszik, hogy minden platformon van, Windows-os számítógépen, Apple meggépeken, mobilon, Android, iPhone, mindenem. Hát ez egy fontos terméke a Google-nek. De talán mégiscsak van itt ez a Google térkép szolgáltatás, és ugye rögtön itt egy érdekes helyet be is szúrtam, itt a Kosszás Sanyinak az értékelését, mi szerint ez egy jó hely. Hát és tényleg, Google ugye nagyon sok nagy hangsúlyt fektet a térkép szolgáltatásokra. Nem kérdezem meg, ki használ a Google térképeket, mert szerintem mindenki, aki térképeket használ, útvonaltervezésre nagyon jó, és hát arra is nagyon jó, hogyha keresünk egy helyet, mondjuk ahova eltévedünk és el szeretnénk navigálni, akkor megtaláljuk rajta. És ugye véleményeket is kapunk, hogy milyen ez a hely. Hát de ez persze mint hülyeség, mert a Google ez egy kereső cég, hiszen a keresésekből, a Google keresőt kihasználja. Aki más keresőt, köszönöm, aki más keresőt használ, az mi az? Bing. Na igen, Bing, valóban. Még a Bing érdekes, de Magyarországon 95% fölött van a Google aránya, tehát egyértelmű, hogy a Google egy kereső cég. Dehogy is, hiszen itt van ez az Android, kinek van androidos telefonja, csupa Google is mindenki, oké. És még azt is elárulom, hogy a prezentáció, az Sanyi említette az elején, hogy a Google-s prezentációk felülmúlták most már a PPT-ket, tehát több Google prezentáció lesz ma, mint PPT. Szóval itt az Android, ami hát aranyos is, de hát tehát ilyen több százmillió ember telefonján van most már nekik Android-s telefonjuk, ugye a Google megelőzi az Apple-t és az Android már megelőzte régen az iOS rendszer. De hát igazából mi is az Android?
Hát ez egy androidos trójai karó, nem én rajzoltam, de ezt szeretnék szimbolizálni, mert hogy igazából a Google-nek nem az a célja az Androiddal, hogy amit ők állítanak, hogy az Apple iOS rendszere az iPhone-oké, az egy zárt rendszer, és nagyon kedvesen adunk nektek egy nyílt rendszert, és használjátok, és nagyon jó lesz nektek. Tehát ugye ez a faló része. Mert a Google az igazából most nem lesz több, ezzel foglalkozik. Ugye itt a tehén teheneket látunk, amit azt reklámozzák, hogy itt most chicken, egyél több csirkét, ugye elég önös reklám, mert akkor a tehén BT-be több élő beltag marad, hogyha csirkét eszünk. És a Google pontosan ezt csinálja. A Google szerintem egy nem klasszikus értelemben vett, de mégiscsak reklámügynökség. Mert a Google, amiket az előbb felsoroltam, ezek közül egyik termékből sem él. A Gmail az azért van, hogy minden ember ott levelezzen, tehát tényleg azért 425 millió ember az elég sok, ott levelezzünk, és mit látunk közben? Hirdetéseket látunk, ugye ebből van a Google-nek bevétele. Itt van ez a Chrome böngésző, ezzel a Google olyan stratégiát folytat, amit sajnos magyarországi vállalkozók közül nagyon kevesen, nyilván pénzügyi helyzet is persze más. Azt mondta, hogy persze, azt szeretnénk, hogy többet netezzen mindenki, és jobb legyen az internetezés élmény, ezt miért szeretnénk? Ugye több netezés során több Google reklámmal találkozzon és rákattintson, tehát megint csak erről van szó. Itt van a Google térképek, ahol persze most egy műfázról beszélünk, ami jó hely, de éppen mondjuk ez egy kávézóhoz lenne beírva, és mondjuk kint vagyok, nem tudom, Rómába, és rákeresek, és meglátom az értékelés, hogy nagyon sokan írtak a kávézóról, hogy jó hely, akkor oda megyek be. Ugye a Google ezt nem csak így jó szándékból csinálja, hanem kicsit kiemeltebb helyen is tudnak szerepelni kávézók, hogyha ezért fizetnek. Itt van a keresés. Hát kereséskor ugye megint mivel találkozunk, gondolom, hogy mindenki észrevette már reklámok, hirdetésekkel, reklámokkal. Ha rákeresünk arra, hogy kutya, akkor a keresés találatok előtt, illetve mellett fizetett hirdetések lesznek. Ezek súlyos dollármilliók, vagy inkább dollármilliárdokat jelentenek a Google-nek. És itt van az Android, amit szintén azért csinálta Google, hogy ő uralja a mobilokat, és elég jól is megy neki. Tehát ő dönthesse el, hogy milyen irányba megy a mobilos fejlődés, megint ugye arra való, hogyha mondjuk androidos alkalmazásokat futtatunk, és mondjuk ingyeneseket, akkor sokszor találkozhatunk benne reklámcsíkokkal, ez megint a Google-nek termel pénzt. Tehát ezért mondtam én azt, hogy a Google az igazából egy olyan, mint egy apró hirdetés felvevő iroda, szó szerint ezt csinálják, apró hirdetéseket vesznek fel, jelenítenek meg, az összes többi termék, a Chrome, a Gmail, a Google Maps, az mind egy ilyen plusz felület arra, hogy megjeleníthessék ezeket a hirdetéseket. És mi értelme van ennek? Úgy gondolom, hogy ezt a stratégiát érdemes követni egy civil szervezetnek, vagy kultúrával foglalkozó közművelődési szervezetnek is, hogy nem feltétlenül azt nyomni az emberek arcába, amit ő el szeretne érni, hanem adni nekik egy olyan tartalmat, olyan környezetet, amit ők szeretnének látni és használni. Ugye miért használjuk a Chrome-ot, böngészőt? Azért, mert jól lehet vele internetezni. Miért használjuk a Gmail-t? Mert gyorsan megjönnek a levelek, a spamekből kevesebbet kapunk, tehát élmény használni. És épp ezért gondolom, hogy ezt kéne megvalósítani a Facebookon. Tehát mondjuk, ha van egy olyan, mondjuk egy múzeumról beszélünk, van mondjuk egy múzeum, akkor nem feltétlenül azt kell, hogy a múzeum a Facebookos oldalát létrehozva mindig kinyomni, hogy holnap munkácsi kiállítás lesz. Holnap után ma bezártuk a munkácsi kiállítást. Tehát ez érdekli azokat, akik kinyitják és bezárják, de abszolút nem érdekli a látogatókat. Itt ugye az fogja meg, hogy jó, mi van ott érdekes azon a kiállításon. És sajnos Magyarországon, hát gondolom külföldön is, de Magyarországon a szervezetek, nem csak civil szervezetek, zöme ezt rontja el, például a médiumoknál is megfigyelhető, hogy arról kommunikálnak, meg vállalkozásoknál, arról kommunikálnak, amit ők szeretnének. Kirakják, hogy most akciós a tejföl, kirakják, hogy nagyon szépen felújítottuk a nem tudom, homlokzatunkat, ez megint csak nem érdekli a felhasználókat. És ezért gondolom azt, hogy például, hogyha egy múzeum azt csinálja, hogy létrehoz egy Facebook oldalt, ahol most nagyon övönaruli marketing példát fog mondani, ahol mondjuk időnként vicces képeket is kitesz, nyilván a témában, tehát nem teljesen más témákban, de mondjuk hát most munkácsi képet ne rajzoljunk össze pálcik emberrel, tehát nem erre gondolok, de tehát valami a témához illő vicces képeket is kitesz, akkor a felhasználók szeretik majd ezt az oldalt, mert azt látják, hogy mondjuk egy héten két-három alkalommal érdekes tartalmat kapnak,
nem azt, hogy gyere a múzeumba, hanem a művészet témáin belül érdekes dolgokat kapnak, és amikor bejön egy-egy gyere a múzeumba, akkor azt sokkal szívesebben fogják majd venni, és azt látják majd, hogy egy olyan oldal ajánl nekik egy kiállítást, amit ők szeretnek, minden nap használnak, minden nap rányom valamire, hogy like, akkor nyilván a 10 nap után, a 11-én is hajlamosabb vagyok rányomni, mint a 10 napon át meghívókat kaptam volna. Következő diáira elnézést kérek, de sajnos nem szeretném kimondani a konferencián a szót, és valahogy mégiscsak érzékeltetni kell, melyik oldalról van szó. Van ez az oldal Facebookon, ez a töltsük el az időnket Facebookon, fordítsuk talán így magyarra. Ez nagyon érdekes példa. Ez az oldal csak vicces képeket rakott ki nagyon sokáig, de tehát minden témában. 230 ezer rajongót gyűjtöttek össze, ami hát sok. Ugyan, hogyha 4,4 millió magyar felhasználóban ez akkor is igen sok. Viszont ők azt az első szót, ami ki van írva, azt elkövették, ez az első kifejezést, az elég, a saját magukkal szemben, mert azt mondták, hogy csináljunk pénzt. Ugye alapvetően ez a vicces képkirakás, ez még a Google modellnek felel meg, tehát szeretessük meg magunkat a felhasználókkal. Ahol viszont elkövették a hibát, hogy aki rámegy az oldalra, megfigyelheti, hogy elkezdték hirdetés felületként használni az oldalt, de teljesen ilyen életidegen tartalmakkal. Tehát még a 230 ezer felhasználó azért szerette meg az oldalt, mert vicces képek voltak rajta, egyszer csak bejött, hogy a okay, XY politikus, azt hogy Lázár János láttam, mit csinál Hódmezővásárhelyen? Kit érdekel? Aki vicces képeket lájkol, az a Lázár János, de Gyurcsány Ferenc fejét sem fogja lájkolni, mert az nem vicc, vagy hát lehet, hogy vicces, de nem ilyen értelemű vicces. És azt lehet észrevenni, hogy még az oldalnak korábban mondjuk, nem tudom, megosztottak egy képet, és mondjuk 1500 lájkolás jött rá, és 2000 megosztás, mondtam egy példát, mondjuk tavaly ilyenkor, addig ezekkel a reklámokkal, amik egyébként most a Hír 24 cikkei, konkrétan ezek a cikkek, ezeken 5 like, 1 megosztás. Tehát ezt nem szabad csinálni, és most leveszem ezt a szót a képernyőre, ezt nem szabad csinálni, hogy hogy amit mondtam, hogy próbáljunk érdekes tartalmat szolgáltatni, és időnként belevinni a saját meghívóinkat, programjainkat, azt nem szabad csinálni, hogy félrevezetjük a felhasználót. Tehát ha odaszoktatunk akár 1000 embert, vagy akár 500, teljesen mindegy, bármennyi embert bizonyos fajta tartalommal, mondjuk a művészetről szóló képekkel, akkor ne tegyük ki azt, hogy holnap testületi ülés lesz, mert irreleváns, és az fog eredményezni, hogy a felhasználók nem jönnek az oldalra, adott esetben elrejtik az üzenőfalukról, tehát nem találkoznak vele. Még az, amit ne csináljunk, ezt nekem mutatta a Facebook, ezt a hirdetést. Nem tudom, hogy a képről mennyire látszik, hogy talán így nem. Tehát így nem stimmel se a napszemüveg, se a dekoltált póló. Ilyet se csináljunk. Tehát ugye az, hogy a targetálás nagyon fontos. Az, hogy egy olyan célcsoportnak mutogatunk dolgokat, mondjuk a Fluor Tomi rajongó 8-14 éves embereknek mutogatjuk a Munkácsi kiállítást, nem fognak elmenni. Ki lehet fizetni, ugye ez egy fizetett hirdetés volt ráadásul, mert nyilván páran rákattintanak, pontos a targetálást, nézzük meg ki a célcsoport, inkább legyen a Facebookos oldalunknak 500 rajongója, de azok tényleg a művészet iránt érdeklődjenek, mint hogy legyen 3000, mutogassuk minden, hogy 3000 rajongónk van, és abból soha senki nem jön el úgyse egyik eseményünkre sem, mert egyszerűen más érdekli őket. Ez most egy videó lesz, aminek remélem nincs hangja, ja nincs. Ezt a svédországi UNICEF vagy UNICEF készítette, és gondolom el is fog indulni. Igen. Itt azt mondom, Rahimnak hívnak, 10 éves vagyok, és a öcsémmel élek itt. Ugye látszik, elég szegény körülmények között élnek. Néha aggódok attól, hogy mi lesz, hogy megbetegszem, mivel a mamám is beteg. Ki fog akkor majd gondoskodni az öcsémről? De úgy gondolom, hogy minden rendben lesz. UNICEF Svédországnak 177 ezer rajongója van most Facebookon. Nyárra talán elérjük a 200 ezeret, és akkor minden jóra fordul. Mondja a kisgyerek, ami ugye nyilvánvaló hülyeség, és az üzenet pedig, hogy a lájkok nem mentenek életet, a pénz igen. És ezt miért csinálta a UNICEF? Érdekes, ilyen botrányt váltott ki nyilván a kampány. Ugye az álszent Facebookozókra vonatkozik, akik azt gondolják, hogy kint van egy szegény kisgyerek képe, és ha megosztják, akkor ők lefeküdhetnek úgy, hogy én megmentettem ma egy gyerek életét. Nem. Alapvetően nem. Ugye még a UNICEF még, ez jó, hogy túlmenni ezen a díján, készített egy olyan kampányt emellé,
hogy lájkolj minket Facebookon, és nulla gyereket oltunk be védőoltással. Ez is megint az előző üzenettel egyértelmű. Ez az öncélú lájkoltatás, hát nem akarnék senkit név szerint említeni, hogy Vujut Rütkót például nem mondom, de ő is ugyanezt csinálja Facebookon, szerintem, illetve minden médiában, vagy minden médiumban, hogy ez a nagyon-nagyon demagóg, nagyon az embereknek a sajnálatára ható lájkoltatás, ez sehova nem vezet. Tehát hiába van 3000 Facebookos rajongónk, ha mondjuk 5-öt nem tudunk összegyűjteni, akik mondjuk az árvízhez kimennek segíteni. Úgyhogy azért gondolom, hogy bármit nem érdemes Facebookon csinálni, a kutyák, a gyerekek, látható ez a kettő, meg a cicák, nagyon sok rajongót hozhat, de önmagában semmire nem jó. Tehát, hogy ne feltétlenül ezzel éljünk folyamatosan. Ami viszont fontos, hogy olyat is mondjak, hogy mit csináljunk. Harry Teichelnek volt egy vakcsoport technikás kísérlete, ami azt hangsúlyozza ki, hogy miért fontos közösséget teremt, tehát valódi közösség legyen az oldalon. Mindenki azt érezze a rajongók közül, nem csak, hogy belájkoltam egyszer a Művház oldalát, és oké, hanem azt érezze, hogy a Művházhoz tartozik. Mi történt ebben a kísérletben? Azt csinálta Teichel, hogy teljesen véletlenszerű módszerrel, mintha mondjuk most mutatnék két festményt mindenkinek külön-külön, tehát senki ne hallja, mit mond a másik, csak akinek az egyik tetszik, az A csoport, akinek a másik az a B csoport, vagy feldobnék egy pénzérmét, tehát véletlenszerűen besorolta két csapatba az embereket. És megkérdezte utána mind a két csapattól külön, hogy most akkor hogy működjön a dolog, hogy vagy azt csináljuk, hogy adunk a nektek, tehát a saját csapatnak két-két dollárt, és a másik csapat tagjainak egy-egy dollárt, vagy pedig inkább nézzük talán a másik dolgot, hogy adunk mindenkinek nálatok 3-3 dollárt, a másik csapatnak 4-4 dollárt. Tehát még egyszer, az első esetben adunk nektek 2 dollárt, másik csapattagjainak 1 dollárt, második esetben adunk nektek 3 dollárt, ami több, mint a kettő, de a másik csapattagjainak 4 dollárt. Hát az emberek többsége azt választotta, az elsőt választotta. Az egy dolog, hogy ő kevesebbet kap, de hát nála többet azért ne kapjon a másik. Inkább akkor én is kevesebbet kapjak, de nálam még kevesebbet kapjon a másik csoport. Ez így vicces, de ez egy konkrét kísérlet volt, és ezt választják az emberek. Tehát csapatban azt választják, inkább legyen a mi közösségünk az, ami kicsit jobban jár, mint a másik. Lehet, hogy rosszul, de azért jobban, mint a másik. Épp ezért fontos a közösségteremtés. Nyilván nem ilyen módszerre kell megteremteni a közösséget, de fontos, hogy azt érezzék az emberek, mert úgy így működnek, hogy egy csapat vagyunk. Itt az a másik kísérlet, a fénymásolós kísérlet, ez is érdekes. Itt azt csinálták meg a kutatók, hogy volt ilyen fénymásoló, ahova egy sor állt, könyvtárban fénymásoló, sorba álltak az emberek, hogy fénymásoljanak, és a sor végén így áldogáltak, és egyszer csak így előreléptek, oda mentek az elejére, és megkérdezték, hogy fénymásolhatnék-e. És hát ugye, hogy mit mondanak, tehát hogy nyilván beelőzve. És mit mondanak az emberek, akinek jó napja volt, azt mondta, hogy persze, fénymásolóig is ráérek, akinek nem jó napja volt, ugye az felvilágosította, hogy hol és mit csinálhat, kicsit messzebb és nem a sorban. És utána másnap kipróbálták azt, hogy akkor próbáljuk más, hogy oda mentek megint hátulról, és fénymásolhatnék, mert nagyon kéne fénymásolnom. Mindenki azt mondta, hogy igen. Teljesen mindegy, mi volt a mert szó után. Tehát, hogy mert sietnem kell, mert elmegy a vonatom, mert fénymásolnom kell. Nyilván azért szeretnék fénymásolni, mert fénymásolnom kell. Tehát teljesen mindegy, mi az indoklás. Hogyha az emberek azt látják, hogy van bármilyen indoklás, tehát nem csak azt mondjuk, hogy munkácsi kiállítás, gyere a munkácsi kiállításra, hanem oda teszünk azt, hogy mert, nem tudom, olyan képet láthatsz, amit még sehol máshol, hogy bármilyen indokot teszünk oda, akkor jóval nagyobb lesz a hajlandóság a felhasználók vagy az emberekben, mint hogyha nem mondunk indoklást, csak mert ugye mi úgy is tudjuk, ők megjöjjenek el, és akkor meglátják, tehát ezt így el kell felejteni, meg kell nekik indokolni. És még ami érdekes, itt erre utalva is mondtam az elején, hogy nincs olyan szabály, ami mindig minden körülmények között érvényes, de alapvetően a Facebookon, hogyha 80 karakteres vagy rövidebb megosztást, szöveges megosztást teszünk ki, akkor jóval nagyobb az embereknek a lájkolási, megosztási hajlandósága, ami 80 karakter fölött. Tehát 80 karakter egy fél SMS, tehát ebben azért nem lehet túl sok mindent csinálni, de mégis azt tanácsolom, hogy ha csak belefér az üzenetetek 80 karakterbe, vagy üzenetük, bocsánat, letegeződtem hirtelen, akkor ne menjen fölé. Tehát teljesen felesleges regényeket írni a Facebookon, nem fognak az emberek az ilyen sokat olvasni. És még ami érdekes Facebookkal kapcsolatban, hogy képek. Nagyon egyszerűen kipróbálható, én csináltam ilyen házi kísérletet, és ha úgy tetszik,
két Facebookos oldal, amit én kezelek, egyik helyre kiraktam egy linket, ugye, tehát máshova a linket, meg valami marhaságot írtam fölé, másik helyre azt csináltam, hogy kitettem egy témába élő képet, és fölé a linket. Tehát ugye a kép volt a fő megosztás, és fölötte látszott a link is nyilván. Jóval többen lájkolták a képet, mint a linket. Jóval, jóval. Ugye ez azt jelenti, hogyha ugye én belájkolom, akkor az ismerőseim is látják, hogy én lájkoltam, itt lájkolt, ez mi ez a kép, megnézem, lekattintják a linket. Tehát sokkal nagyobb hatása van, hogyha képpel posztolnak. Munkácsi kiállítás, ez nagyon amatőr példa lenne erre, de mondjuk egy bármilyen árvízhelyzet esetében a gyertek segíteni kiírásnál az ott egy kép az árvízről, az ugye főleg rád emocionális hatással is egészen más hatást fog kiváltani. És hát ugye jó, most megvan az, hogy hol és hogyan, de most akkor miről szólnak ezek az üzenetek. Itt a tematizáció elméletét hívtam segítségül, ami nagyon régi ilyen média elmélet, részben túlhaladott, de szerintem fontos. A tematizáció arról szól, hogy a médiának van egy ilyen téma kialakító, vagy inkább téma struktúráló napirend meghatározó szerepe. Ezt vitatják, meg változik és gyengül is hatása. Mondok egy példát, ami szerintem jellemző, mennyire erős hatás. Amikor volt az Alekosz jelenség, akkor egy béke, egyébként Békés megye és Rácz csinált a Facebookon egy játékot Alekoszról. Annyit kellett csinálni, hogy a bal és jobb nyíllal irányítva a söröket elkapni. Tehát így, meg azt hiszem, hogy ez valami más is, de a sör volt a fő cél, sör elkapás. És én erről írtam egy blogbejegyzést. Elolvasták 50-em. Majd másnap fókuszba bekerült ez a téma, a legkosszabb játék. Annyian olvasták, hogy ilyen egy óra alatt 9000-en talán. Mert hogy rákereste a Google kereső, hogy Alekosz játék, és ugye mivel én írtam róla először, amit csak 50 embert érdekel, ezért azt hozta ki a Google kereső, és tényleg ilyen több napon át ilyen sok tízezer volt a blog látogatottsága. Tehát azért úgy gondolom, ezért van a tévének is téma meghatározó szerepe bőven. Most ugye két út lehetséges, vagy teremtjük, mint a divattal, vagy teremtjük, vagy követjük. Sokkal elegánsabb és történelemkönyvekbe való, ha teremtjük. De hát azért valljuk be, hogy nem fog sikerülni, vagy nagy valószínűséggel. Tehát egy Békés megyei kulturális intézménynek, sőt, bármit mondhatnék az országba, még a nagy, tehát a pesti központi szórakozó helyeknek és, tehát még nekik sem, pedig hogy szórakozó helyen népszerűbb, nekik sem sikerül tematizálni a médiát. Nem arról fog szólni a dolog, hogy Ákos koncert lesz, nem tudom, mondjuk az Ákos koncert pont igen, de teljesen, ha mindenki, bárki más mondanék Magyarországról, nem fog bekerülni a híradóba, mert kit érdekel, megint egy koncert, jó van. Mondjuk egy kiállítás még kevésbé. Épp ezért azt gondolom, hogy követni kell a témákat, és megnézni, hogy mi az, ami most napirenden van, mondjuk a médiában, és azzal kapcsolatban csinálni dolgokat. Mi az, ami most Magyarországon napirenden van a médiában? Árvész, igen. Ugye, mindenki tudja, HVG-n is nem próbáltuk, hírezzük, és ez ilyen látogatottsági rekordok születnek. Mindenkit az árvíz érdekel, minket is, pedig hát minket így nyilván konkrétan nem érint, de mégis fontosnak tartjuk ugye együttérzésből és érdeklődésből is az ország dolgai jelent. Látszólag az árvízzel, hát egy Békés megyei művelődési intézmény ezért hogy tud foglalkozni, de hát ugye látszólag mondjuk a tech-rovat, amit én a hvg.hu-n vezetek, itt a tech-rovatban mit írjunk, hogy ne dobd a telefonod a vízbe, mert elázik, tehát így nehéz látszólag megfogni. Mégis úgy gondolom, hogy de, tehát mindenki tud foglalkozni az árvízzel. Tekróda például azt találtuk ki, hogy nézzük meg, hogy Facebookon hogy szerveződnek ugye ezek az árvíz segítőcsoportok. 30 000 olvasták el a cikket. Tehát, hogy ugyanígy, hogyha mondjuk egy közművelődési intézmény foglalkozna ezzel, és nem tudom, kitalál valamilyen, mondok egy nagyon idétlen példát. Van egy bélyeggyűjtő szakkör egy művházban. Hát a bélyeggyűjtő szakkör csinál most egy kiállítást a árvízes bélyegekről, mondjuk, hát ez gyorsan kell viszonylag, mert mondjuk reméljük, hogy az árvíz két hét múlva már szerencsére nem lesz érdekes téma, de mondjuk gyorsan össze az ilyen kiállítást, akár online, akár itt a falakon, akkor egyszerűen ez jóval könnyebben be tud kerülni a médiába, mint hogyha csinált volna két hónap egy árvízes bélyegkiállítást, kit érdekel bélyeg, kiállítás, árvízről, hát mit csinálunk vele, de most, mivel ez a téma a médiában, ezért be tud kerülni. Ugyanúgy volt a hóhelyzet, bármit írtunk a hóhelyzetről, minden egyszerűen olvasták az emberek. De én azt gondolom, hogy nem szabad azt megtenni, vagyis energiapazarlás azt megtenni, hogy kitalálni önállóan témákat, hogy nézzátok ide, majd én megváltom a világot, nem fog sikerülni, de a világ megváltása próbálkoztak pár, és rossz aránya siker, sikereknek rossz az aránya.
egyszerűen követni kell a médiát, megnézni, hogy mi az, ami mondjuk abban a hónapban, ugye vannak előrejelezhető események, a választások, ilyesmi, van árvíz, az kicsit előrejelezhető csak, és azzal foglalkozni, abban megpróbál kitalálni bármit. Tekrovatos példát és a bélyeggyűjtőset azért mondtam, hogy mindenki lássa, hogy teljesen más, honnan indulva, és lehet adott témához kapcsolódni, bármilyen témához. Tehát, hogyha most utána, most itt sokan vagyunk, de hogyha kipróbálnánk azt, hogy mindenki mondhat egy témát, biztos lenne a teremben olyan, akinek eszébe jut, hogy hogy lehetne azt feldolgozni mondjuk egy múzeum, egy művház, vagy bármilyen civil szervezet irányából. Ja igen, hát ez lett volna közben a diadal, magyar zászló volt, úgyhogy az is megfelelő. De van-e baj? Hát az mindig van. Mi az alapvető baj most Magyarországon? Hát ugye vannak ezek a fránya mobilok és táblagépek, amik így kihívást jelentenek. Például a Facebookozóknak a fele az inkább mobiljáról nézi már a Facebookot, ez nemzetközi statisztika, inkább mobiljáról nézi már a Facebookot, mint sem számítógépről. Nyilván kitalálta, hogyha a Facebookot onnan nézik az emberek, akkor mondjuk az e-mailjeiket is többnyire. Ez ugye azt jelenti, hogy a weboldalunknak, ami van, ugye, amit látszik három képernyő, mind a három képernyő jól kell megjelennie, ugyanis hogyha mobilról nézik, de mondjuk ekkora méretben látják, akkor az nem túl felhasználó barát, ki fogják kapcsolni. Tehát kívás az, hogy a weboldalunkat mind a három felület tervezünk. Küldünk hírlevelet, vannak benne ekkora képek. Mi látszik a mobilon? Hát itt a kép részlet, tehát mondjuk a háttérből látszik valami, és így kell görgetni, hogy mi van a képen. A hírlevelekkel kapcsolatban is ajánlom, egyébként MailChimp az egyik ilyen legnépszerűbb alkalmazás, de szerintem Sanyi tudna többet is említeni. Használjunk olyan hírlevélküldőt, ami fel van készítve erre a mobilra. Egyébként többnyire ingyenesek, ilyen pár ezer felhasználói. Szintén kívás, hogy az alkalmazások egyre többen a lehetőség is egyúttal minden kívás. Egyre többen használnak alkalmazásokat, nem fogom megkérdezni, ki használ alkalmazásokat, akinek okos telefonja van, mert mindenki. Ugye ezekben is tudunk hirdetni. Azt szerintem Magyarországon a civil szervezetek nem vették még észre, pedig ugye ez egy sima Google hirdetés. Úgy néz ki, hogyha a Google AdWords rendszerben feladok egy hirdetést, be tudom állítani, hogy csak mobilon jelenjen meg. Miért hasznos például, hogyha direkt kereskedelemben mondok példát, tehát látsz, hogy minden területen lehet használni, mondjuk egy hotel, amikor vannak a, nem tudom, van egy bárszínház, és egy hotel felad egy hirdetést a mobilos hirdetésbe, hogy bárszínház 20% kedvezmény aludj nálunk, akkor az emberek, mikor a mobilról keresnek szállást, ugye mondjuk, ha éppen elmentek, és nem tudunk már hazamenni, akkor aludjunk valahol, ott fognak találkozni vele. Tehát szerintem érdemes a mobilokat külön megcélozni bizonyos dolgokkal, ezt kevesen használják még, én CEVA hirdetést láttam legutóbb a mobilokkal, ami ugye nem civil szervezet, de érdemes a felületi, arra kell még figyelni, hogyha mobilon hirdet bárki, akkor lekattintják a hirdetést, akkor a weboldal is mobil legyen. Elég furcsa, hogyha ezen lekattintják, ugye az nekem már pénzbe került mondjuk 50 forintba, mondjuk a 100-an lekattintják, akkor ugye már is 5000-be, és utána oda jönnek a weboldalamra, hát ezt hogy kell ezt nézni mobilon, és bezárják, tehát akkor dobálom ki az 50 forintokat. Kihívás még az oktatás, illetve a hiánya, ugye a szöveg az a magyarra fordítani elég nehéz. Az oktatás fontos, de a nagy bicepszek azok fontosabbak, ugye ez direkt ilyen kis iróniával. Kommunikáció szakon tanítok, ugye ahol nem kifejezetten kulturális szakembereket képzünk, de majd kommunikátorokat képzünk. És azt látom, hogy az országban nagyon kevésen fordítanak valós hangsúlyt a webes oktatásra. Ez viszont azt eredményez, hogy kijönnek a fiatalok, akikre azt mondjuk, hogy hát ők már a Facebookon élnek egész nap, valóban, viszont semmit nem tudnak a Facebookos kommunikációról, ki tudnak rakni egy képet, de mondjuk amit most elmondtam, ennek a felét se tudják, pedig nem is mondtam sok mindent. Ez onnan is látszik egyébként, hogy minden hogy a szakdolgozók többsége, amit olvasok szakdolgozatokat, azt hiszi, hogy, és ezt írja a bevezetésbe, hogy azért ír a Facebookról, mert ő sokat Facebookozik. Oké, én meg sok áramot használok, de mondjuk az atomerőműről nem annyira tudnék szakdolgozatot írni. Tehát úgy gondolom, ez probléma Magyarországon, hogy nem, még a kommunikációs és kulturális szakember képző oktatás helyeken sem fordítanak erre elég energiát. Ugye ez miért van? Egyszerűen az oktatók nincsenek felkészülve. Tehát az oktatók maguk sem tudják, hogy miről beszélnek, akkor nyilván a hallgatók sem. Ugye ennek a hátránya az, nemrég egy ilyen digitális oktatással kapcsolatos cikkben beszélgettek velem, és az volt a kérdés, hogy vajon a mobiltelefonok és táblagépek, amik Amerikában egyébként már a diákok 70%-a válaszolta azt, hogy találkozott az órán mobiltelefonnal, amit oktatási segédeszközzel, tehát nem mint a írunk paddal a SMS-t. Amerikában 70% találkozott már, mi csináltunk Szegeden kutatást, 70 vagy 80% nem találkozott még.
ennek az a problémája, mert hogy a magyar tanárképzésben például, ahol tök jól lehetne használni az SMS-t, mint mondjuk rövid szöveget, ilyen házi feladatokhoz is akár, ugye hogy tud tömöríteni mondjuk egy, tehát a 160 karakterbe kell megfogalmazni a regény tartalmát, nem olyan egyszerű. Sőt, kifejezetten nehéz. Viszont a rövid kommunikáció fontos lenne. Tehát a tanárok nincsenek felkészítve, mert egyetemen nem tanítják nekik. Ez azt jelenti, hogy ha ma elkezdeném a szeptembertől elsős diákoknak elkezdenénk tanítani, hogy hogy kommunikáljanak itt, hogy elvégzik a tanárok a 3 éves képzést, elvégzik az 5 éves képzést, tegyük fel, elkezdenek rögtön dolgozni következő szeptembertől, gimnáziumban, végez egy évfolyam, 9 év múlva lenne belőle bármi. Tehát 9 év múlva meg valószínűleg nem is a Facebook lesz a legnépszerűbb oldal. Tehát ezért tartom azt fontosnak, hogy az oktatást, ezért jók az ilyen konferenciák, az oktatást nem tudja megoldani a magyar felsőoktatási rendszer, nem képes rá, 9 év múlvára meg tudja, de addig már más kéne tanítani. És ezért gondolom azt, hogy mindenkinek saját magának is képeznie kell magát, akár ilyen konferenciákon, akár ingyenes oktatóanyagokban. Ugye, valaki például tud angolul, nagyon hasznos, épp egy hát most már fejlesztő ismerősöm mesélte nemrég egy ilyen konferencián, hogy abszolút nem volt fejlesztő, sőt, mondok másik példát, szakdolgozom, kommunikáció szakos, tiszta bölcsész. Bölcsész vagyok én, és azért merem szidni magunkat, nagyon bölcsész, és neki megtetszett ez a mobilos dolog, mert Szegeden tartunk ilyen mobilos órákat, és ő elkezdett iPhone-ra programozni egy nyáron, én sem tudok, tehát abszolút nem, azt tudom, hogy kell kezdeni. És odaértott hozzám szeptemberben, hogy hát ugye én csináltam ilyen iPhone-os alkalmazást, és akkor előírnám a szakdolgozatot, és én néztem, hogy wow. Tehát, hogy, és ő is mit csinált nyáron, leült a YouTube elé, beírta, hogy iPhone programozás, és megtanult YouTube-ról iPhone-ra programozni. Bármit meg lehet tanulni a YouTube-ról, múltkor például azt néztem meg, azt próbálja ki mindenki otthon, hogy a fokhagymát hogy lehet meghámozni 10 másodperc alatt. Igen, tehát ugye ez a mindenki, ez leszedegetjük, meg a vége. Nem, be kell tenni, rá kell csapni a szétesség, be kell tenni egy fémedénybe, rá egy másik fémedén, így összerázni, és lejön. Ki lehet, én próbáltam még ki, de kifogom. Működik? Működik, oké. Okay. Vagy például, amikor így a mangót próbáltuk meghámozni, hát ugye már mindent levágtunk, de mindig csak egy nagy mag, hogy mit kezdett csinálni. Keressen rá, és mindenki, hogy YouTube-on, hogy mangó, és azt hiszem, hogy a peel, PL szóra kell még rákeresni, elő fog jönni. Mangót, hogyha szépen így felvágjuk, egyszerűen így ki lehet fordítani. Tehát, hogy YouTube-ról mindent meg lehet tanulni, és épp ezért gondolom, hogy ne várjunk arra, hogy majd jön a fiatal generáció, és majd ők nem fogják tudni. Tehát Facebookon többet vannak, de nem tudnak róla többet. Úgyhogy ezt problémának tartom még az oktatás hiányát. És hát még egy dolog, illetve most így még kettő, mert egy eszembe jutott, amit 2 perc bele fog félni, amit elfejtettem az elejéről, hogy a teljes példánál akartam mondani. Ugye a teljes példa miért jó, amikor a szójatejet betették a hűtőbe, ahova nem kell betenni. Ez az ötlet jelentős forgalomnövekedést hozott a cégnek. Mennyi forintba került? Nullába, nem hirdettek, betettek a hűtőbe egy tejet. Hát ez az ingyen van. Viszont, amiért még sincs ingyen ebéd, az az, hogy nem csak mint a Matrix színben hallottuk, hogy nincs kanál, hanem nincs recept se, tehát se kanál, se recept, ebből nem lesz ingyen ebéd, nincs olyan recept, ami általánosítható. A teljes cég, a Silk, megfizette azt a marketinges embert, akinek 13 évenként egyszer van egy ilyen ötlete, ami bejön, addig viszont minden hónapban megkap is fizetést. Tehát 2 dolog lehetséges, vagy megfizetünk egy nagyon komoly reklámügynökséget, ahol 30-an gondolkoznak azon, hogy lehetne felhúzni, reklámozni, vagy fizetünk egy embert, akiben látjuk, hogy tehetséges, fizetünk, és akkor talán időnként vannak olyan ötletei, ami radikálisan megváltoztatják mondjuk az eladási stratégiánkat. Plusz egy dolog az, hogy igazából nem ez, hanem hogy itt volt azért, hogy mit szeretnénk elérni sok embert rendezvényeinken. Látszik, hogy pár embernek van ilyen, nem az, de most is onnan lehet, úgy látszik, mert színkártyaszerű dolog. És ezen gondolkoztam, hogyha 2-3 évvel ezelőtt, amikor volt egy konferencia, elhangzott egy ilyen kérdés, hogy aranyosak vagyunk, hogy Facebook nézi, de hogy csináljunk pénzt? Hát szerintem nagyon kevesen gondolkoznak arra, hogy lehet a neten is pénzt csinálni. Nem tudom, megy végül a YouTube élő közvetítés most, megy, így nem lehet, de egy másik módja van, mert például nem én állnék itt, hanem mondjuk itt lenne a, nem tudom, milyen híres embert mondjak, Müller Péter, és itt beszélgetést, előadást tartani, és mondjuk a belépő díj lenne 2500 forint, nagyjából ilyet szokott lenni. Jó. És akkor akinek ilyen színkártyája van, és mondjuk narancssárga, és az mondjuk jelképez az, hogy otthon ül a gép előtt, és ő nem akar eljönni,
de mondjuk 500 forintot kifizetne ez, hogy a neten megnézze ezt a beszélgetést élőbe, közvetítsünk neki is. Tehát ne akarjuk minden az embereket idehozni, el fognak jönni sokan, de nagyon sok ember meg nem megyek én sehova, jó vagyok én otthon, de tényleg 500 forint vagy 300 forint megér neki az a plusz bevétel. De azt gondolom, hogy erre sem csaptak még le a kulturális szervezetek Magyarországon. Ingyenes olyan lehetőségek vannak, ingyen meg tudjuk azt csinálni, hogy olyan YouTube-os, vagy nem YouTube-os, ingyen videóközvetítést, hogy csak az láthatja, aki mondjuk regisztrált felhasználó, amiért meg kérünk havi 200 forintot. Ilyen mikropayment, tehát ne azt érezze, hogy hát havonta nem fizetek 5000-et azért, de mondjuk 200-et fizetek, hogy egy-egy alkalomnak fizetek 500-at. Én azt gondolom, hogy ne az legyen mindenkinek a célja, hogy behozni az embereket a központba, menjünk oda, ahol az ember van a lakásába, már nyilván számítógépen át, tehát vigyük oda neki a tartalmat, és hogyha ott hajlandó fizetni, akkor, vagy nem fizetni, ott hajlandó fogyasztani ezt a kulturális tartalmat, akkor fogyassza ott, és legyünk mi a Mohamed, aki oda megy a hegyhez. Köszönöm szépen.